Ostváros polgárai, bizonyára önök is mély megrendüléssel tapasztalják azokat az eseményeket, amelyek ma Romániában zajlanak. Azt hiszem, hogy nem ülhetünk tétlenül, nem mehetünk el az események mellett, úgy, hogy ne nyújtsunk segítséget most, amikor karácsony közeledik. Most, amikor mi talán egy kicsit nyugodtabban, kicsit békésebb körülmények között várjuk a karácsonyt, Romániában magyarok, románok, szászok bizonytalan karácsony elé néznek. Biztos vagyok benne, hogy Ózváros polgárai ezt megértik, és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy Romániában is a karácsonyi hangulat kicsit felettesse az elmúlt napok eseményeit, történéseit. Fölkérem Ózváros lakosságát, hogy lehetőségeihez mérten kiki ruhaneművel, élelmiszerrel, tartós élelmiszerrel, takaróval és pénzbeli adományokkal segítse a Romániában rászorultakat. Felkérem továbbá Ózváros lakosságát, hogy amennyiben szükséges és az információs hálózaton keresztül hozzá eljutnak a hírek, abban az esetben vegyék ki részüket a véradásból is. Köszönöm. Városi Kórház vértranszfúziós állomásán vagyunk, véradókkal találkozunk, kérném mutatkozzál be. Kozma György vagyok, Arlóban lakok, a kalászati üzemeknél dolgozom, acélműbe, két kisgyerekem van. Honnan hallottad a Vöröskereszt felhívását, hogy Ózváros lakosságától vért kér a romániai sebesültek számára? Reggel jöttünk be vásárolni a feleségemmel Ózdra, piacra és az üzletekbe, és akkor hallottam személygépkocsiból hangszórón keresztül véradókat kerestek vértranszfúziós állomásra. Akkor megálltak, ahogy szóltam nekik, megkérdeztem, hogy mikor, és akkor mondták, hogy reggel 7 órától folyamatosan várják a véradókat. Mi késztetett arra, hogy szinte elsőként jelenjél meg véreddel, hogy segítsd a román sebesülteket? Nem először adok vért, többször is adtam már vért, és hát most főleg az késztetett rá, hogy ahogy halljuk a híreket, amit mond rádió, tévé, újság, sok sebesült van, és az, hogy saját népére lövettek katonasággal, és gondolom valamennyit segít ez a vérmennyiség is, amit tőlem levettek, hogy egy sebesültet esetleg műtét alkalmával segítenek rajta, hogy életben maradjon. Tudomásod szerint hány ember adott ma Ózdon itt vért? Én a 35. véradó voltam, de rajtam kívül még utánam is sokan jöttek. Honnan értesült a véradás lehetőségéről? Tulajdonképpen piacon voltam, és ott hallottam SZDSZ aktivitást. Önök is vért kívánnak adni a román sebesültek számára. Kérdezni, mi készteti önöket erre? Hát nap mint nap. Ebbe vagyunk, a laboratóriumban dolgozunk, most ügyeletesek vagyunk karácsonykor, ketten a kolléganőmmel, és úgy gondoltuk, hogy szívünk szerint, hogy mink is vért adnánk. Különben is véradók vagyunk, szoktunk adni vért ilyen egészségügyi véradónapon, és most külön szeretnénk ehhez hozzásegíteni a sebesülteknek. Ózváros lakossága megmozdult a román események hallatára és láttára. Önök kiállnak ide, mint SZDSZ párt képviselői. Mi a véleményük az eseményekről? Szerintem tragikus. Tragikus, ami történik, és megindítja az embert most karácsony előtt. Halottak százai, ezrei mindenfelé. Rengeteg köztük a magyar, de itt nem is az a lényeg, hogy magyar, hanem bármilyen emberrel ilyet csinálni, amit ott elkövetnek, egyszerűen tragikus, felfoghatatlan. Hogy egy összeomlóban levő rendszer emberei mire képesek halálos ágyukban, egyszerűen döbbenetes. Ünnepnapokon, a karácsony napjain is folytatódik-e a gyűjtési akció megsegítés érdekében? Igen, tehát karácsonykor minden nap ügyeletet tart a Vöröskereszt, a Hazafias Népfront, illetve a Hungária Biztosító a Voltjárási Tanács helyiségében. 4 helyet jelölt ki a
végülis a tanács, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, akik ezt az egész akciót szervezték, a gyári iskolába, az Árpád vezérúti iskolába, a Várkonyi iskolába, ahol takarókat, ruhaneműket, konzerveket, tartós élelmiszereket lehet leadni, illetve két helyen állítottunk föl urnákat, itt a Centrumáruház előtt és a gyújtósarkon. Autók járják a várost és fölhívják azokat az embereket, akik adakozni tudnak. Polgárai a felhívásra tömegesen jelentkeztek. Áldozatkészségük eredménye az élelmiszer és gyógyszercsomagok mellett 106 ezer forintot adományoztak a szabadságáért küzdő Románia népeinek. Ózd és környékének kedves polgárai! Hozzátok szólok, nagyapák, nagymamák, édesapák, édesanyák, gyermekek! Tisztelettel kérlek titeket, akik látjátok a műsort, segítsetek azzal is, hogy felhívást átadjátok szomszédaitoknak. Így elérhető, hogy mindenki értesül mai akciónkról. Gondoljatok arra, hogy rengetegen áldozták életüket a szabadságért, öregek, özvegyek, árvák éheznek, fáznak. Az Isten áldjon meg titeket emberségtekért. ...1989. december 27-én a hajnali órákban indult el az ózdi segélyszállítmány a román határ felé. Nem volt veszélytelen ez az út. Kérdezem, érzette félelmet, amikor átlépett a határon? Érdekes, mikor átléptük a határt, olyan hangulat fogadott minket, hogy elfelejtettük a félelemérzetet. Előtte ugyan olyan tájékoztatásokat kaptunk Miskolcról, Budapestről, hogy vigyázni kell, hogy félni kell. Nem éreztünk, mert olyan volt a hangulata, hogy a határt átléptük, csodálatos volt, nem lehetett érezni félelmet, elfelejtettük. Az út szélén mindenhol emberek álltak, üdvözöltek, ha megálltunk, a nyakunkba borultak, sírtak, felszabadultak voltak. Olyanok voltak, akik, mint akik a legnagyobb ajándékot kapták az életben, talán ehhez tudnám hasonlítani ezt az arcokon látott örömet, és én azt hiszem, hogy tényleg a legnagyobb ajándékot kapták ezek az emberek, a szabadságot. A város kórház igazgatójával történt megbeszélés során hoztak-e magukkal olyan igényeket, olyan listát, amit ez a kórház továbbiakban is vár? Igen, nagyon sok listát hoztunk. Az az igazság, hogy ez románul írták le nekünk kérésünkre ott. Ebben több orvosi felszerelés van, amit még lefordítani se tudtunk, majd orvosokkal kell tájékozódni. Ebben az ügyben meg lehet, hogy nem is tudunk nekik ilyeneket szállítani, de alapvető dolgok, hogy a gyerekeknek nincsen papucsuk, pizsamájuk, nincs takaró, lepedőt kérnek, orvosoknak nincsen fehér köppenyük, valóban egy ilyen kis pici kis köppenyben jártak az orvosok, cumis üvegeket gyerekkórházban, ami nincs egyáltalán, és erre pót cumikat kérnek, mert talán egy-kettő van a kórházban, amit úgy visznek sorban. Nagyon sok mindent kérnek, ami azt jelenti, hogy teljesen felszereletlen ez a gyermek, nagy, hatalmas gyermekkórház. Hallottuk, hogy gyermekeket lehet fogadni. Tervezze a Vöröskereszt hasonló gyermekfogadási akciókat, és ha igen, akkor milyen telefonszámon és milyen módon lehet ezt majd megtenni?
Tervezünk természetesen, már eddig is sok jelentkező volt, nem hirdettük meg azért, mert most egyéb problémák voltak, mert élelmiszert, ruhaneműt gyűjtöttünk és szállítottunk eddig, de már sok jelentkező volt. Nálunk lehet jelentkezni a 12912-es telefonszámon, és úgy gondoltuk, hogy akkor, amikor majd a helyzet jobban konszolidálódik Romániában, és valóban szükség lesz arra, hogy árva gyerekeket hozzunk Magyarországra. Ezeknek a gyerekeknek már is barátai vannak. Barta Tibike, 5 éves kisfiú, megtakarított pénzét adományozta a román gyerekeknek. Szeretnék köszönetet mondani a lakosságnak ezt a csodálatos adakozókészségét, hogy karácsony ünnepnapjain végig folyamatosan hozták az adományaikat a város lakossága, a községek, környező községek lakossága. Hová tetszik vinni ezt a... Hát a románoknak megsegítésképpen. Honnan tetszettek értesülni arról, hogy gyűjtési akció van folyamatba, és segítenünk kell a román népen? Hát rádióból, televízióból, újságokból, meg tegnap voltak ilyen szervezők, és de már azelőtt mi megindítottuk itt a tanácsházan. Körülbelül tudja, hogy ez a falu mennyi élelmiszer gyűjtött össze a nap folyamán? Hát gondolatom szerint olyan 250-300 ezer forint értékű élelmet és ruhaneműt gyűjtött össze. Ugye itt össze van gyűjtve az adomány, és ezt el kell számítani. Kivel koordináltak? Az Ózdvárosi Vöröskereszthez. Telefonálunk, amint összeáll egy annyi rakomány, ami egy autónyi elér, és úgy történik a szállítás. Itt eddig mindössze még egy autóraval sikerült összegyűjteni. Meddig kívánják mindezt folytatni, ezt a gyűjtési akciójukat? Azt hiszem, hogy ez nem rajtunk áll, hanem azon, hogy az események hogyan folytatódnak. Rengeteg ruhanemű élelmiszer, hisz már eddig 4 nagy konténerrel el tudtunk szállítani, folyamatosan szállítjuk, és rengeteg pénz, amiért eddig bevásároltunk az összegyűjtött pénzekből, ez már 200 ezer forintot meghaladja. Tudjuk, hogy immár 5 napon talpon, szinte éjjel-nappal szervezi a gyűjtési folyamatot, annak szállítását. Kik segítenek a munkájában? A kérdésre hagy válaszoljak, hogy nagyon sokan voltak, akik segítettek helyben is, és név szerint talán nem is kellene őket említeni, akik itt voltunk, és részt vettünk ebben a közös akcióban, ebben a munkában. Mi azt hiszem, annyira közel kerültünk egymáshoz, hogy megértik, hogy itt nem neveket kellene mondani, vagy nem nevekben. Azt hiszem, mindenképpen el kell mondani, hogy voltak nagyon sok szervezet Ózdon, amelyik elsőként megmozdult, és végig kísérte ezt a 5 napot, amely talán még nem is ért véget. Gazdálkodó egységek mozdultak meg, azt hiszem, nagyon lényeges, és el kell mondani azt, hogy a Vöröskereszt Ózdon nagyon korán fölállt, fogalmazhatok így, tehát erre az akcióra talán országosan is példaértékű volt, amikor, ahogy közben tudott avatkozni, de mindenképpen meg kell említeni azt, hogy politikai szervezetek rögtön az első pillanatban részt vettek, közreműködtek, és még mindig közreműködnek az akció során. Az országos szervek részéről is számot kell adni, illetve meg kell említeni a tevékenységüket. A közlekedési főfelügyelet, amely nagyon sokat segített abban, hogy biztosította, hát ezt idézőjelbe teszem, hogy biztosította az útvonalat, rendszeres kapcsolatban álltunk, megmondta, hogy mikor, melyik határátkelőhely az, amelyik legkönnyebben megközelíthető, melyek azok a útvonalak, ahol a legnagyobb biztonsággal célba lehet juttatni az élelmiszert és az egyéb rakományt, de ugyanígy kapcsolatban álltunk a Magyar Televízióval, Magyar Rádióval és a Borsodi Rádióval. Hát sokszor ugyanakkor tudtunk információt szerezni, mint ezek a sajtóorgánumok, vagy így hívtam meg kommunikációs eszközök. Az egész város megmozdult, de talán említést kell tenni nem csak a városról, hanem a város környékről is, mert mindenképpen meg kell emlékeznünk róluk, a községekről, a községben lakó emberekről. Nagyon sokan voltak, mint már említettem, akik az ő szerény körülményeik között is, de nagyon sokat adtak.
biztos vagyok benne, hogy ez most egy olyan összetartó, kohéziós erő kell, hogy legyen a városban, amely a város életében meghatározó, és meghatározó kell, hogy legyen az összetartás vonatkozásában. Mit üzenhet, mit mondhat az év utolsó napján a városi tanács elnök helyettese a város lakosságának innen a stúdióból? Hogy Ózd város lakosságának és Románia népének békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendőt kívánjak. Béketelep, Árpád vezérút. Az 1950-es évek újbarokk városépítészeti stílusát magán viselő épületek. A díszített homlokzatok és kapubejárók, a konzolos erkély megoldások még őrzik a kor építészetét. A lakóterület nem építészeti emlékei miatt nevezetes, hanem inkább a város lakói által már jól ismert és ugyanebben az időszakban épült cséjelű lakóépületről. A Lehel vezérúti homlokzat. Ablakszárnyak nélküli ablakkeretek. Napjainkban készült vasrács, ami a betöréstől védi a még meglévő lakásokat. A leszakadt PVC fólia jelzi, hogy a közelmúltban a lakást még lakták. Az épület keleti bejárata. Az ajtó már évek óta nincs, úgy látszik, nem is szükséges. A tervező által elképzelt zárt udvar, pihenőpadok és zöld területek helyett a látvány magáért beszél. Vandál módon tönkretett kandelláberek, összetört játszószerek. És mindenhol szemét. Az elhagyott lakások, már amennyiben lakásnak lehet nevezni, a kiszórt kacatok, a salak, a szemét tároló helyei. Kiszaggatott villamos szerelvények, hiányzó ablakszárnyak talán már eltüzelték, pótolni nem érdemes. A látottak ellenére az épületet lakják, kik törvényesen, kik lakásbetöréssel önkényesen költöztek a lakásba. Mióta laknak ebbe a lakásba? Már 4 hónapja. És kiutaló határozattal vagy anélkül? Anélkül. És úgy gondolták, hogy ha beköltöznek, akkor itt lakhatnak nyugodtan? Hát így is gondoltuk. Bemehetünk? Hányan laknak ebbe a lakásba? 3. Hárman, ön, a férje és a gyermek. Igen. Egy gyermeke van? Igen. Dolgoznak? Igen. És a lakbért fizetik? Hát igen. 2 még idáig befizettünk. És mint önkényes lehet lakbért fizetni? Ja, házmester, igen, csekket adott. A házmester csekket ad, önök befizetik, és hogyan jutottak arra a gondolatra, hogy egyszerűen föltörjenek egy lakást, bejöjjenek és itt lakjanak? Mert nagyon hajléktalanok vagyunk. Tudja, én, mert én is betörő vagyok ide ebbe csébe. Azt maguknál vagyunk elhelyezve, dolgozóként, segédmunkásként. Azt a tanács nekünk nem biztosít lakást. Mivel megcsaládosodunk, mivel férhez megyünk, élettárs viszonyba lépünk, nem ad a tanács nekünk lakást. Én mi és mind betörők vagyunk, így sajnos kénytelenek vagyunk a házmestertől kérni lakbércsekket, és továbbá fizessük a lakbért, a villanyszámlát. Önök jól érzik magukat itt ebbe? Nem, mert ez rosszabb, mint ezelőtt volt a putriság. Mióta lakik ebbe a lakásba? 8 hónapja. 8 hónapja önkényesen költözött a lakásba? Igen. Nem kapott a városi tanástól lakást, és úgy gondolta, hogy nem. Ha... Főbéleti lakásom van 7-esbe. 2 szobás konyhás lakásom van. És nem tudtam meglakni, mert rám jöttek. És ezért mentettem a gyerekek életét, meg a magamét. Tehát úgy gondolja, hogy rájöttek, hogy a 7-esbe a hasonló emberek önt megtámadták. Igen.
Bemehetünk a lakásba, szétnézhetünk, köszönjük szépen. Hányan élnek ebbe a lakásban? Hatan. Hatan élnek, ez a család tagja. Négy gyerek, és én is a nejem. Dolgoznak valahol? Én dolgozok a városgazdálkodási vállalatnál. A városgazdálkodási vállalatnál, gondolom a köztisztasági üzemnél, ugye? Igen. Jövedelme elegendő ahhoz, hogy ennek a lakásnak a fenntartását megoldja. Fedezni, igen, elég. Ismer egy olyan törvényt, ugye, hogy egy lakásban egy bérlői kötelezettség is létezik. Ez a bérlői kötelezettség a karbantartási kötelezettség. Mikor festettek utoljára? Hát nekem most a konyhát most festettem egy hónapja. Szobát azért nem festettük ki, mert az igazgató eltársnál voltunk kihallgatáson, a VB titkárnál, és azt mondta, hogy semmit egyelőre ne csináljak, ne pessek semmit, mert körülbelül innen is el fogunk menni, de nem ezt a lakást fogom megkapni, hanem egy másikat. Elmondtam neki az én problémámat, mi történt velem, a saját lakásomban, mi volt, papíron, mindent fedeztünk, leadtam neki az igazgatóeltársnak, a VB titkárnak, és azt mondta nekem, hogy eddig a pillanatig még ő nem küld nekem levelet, addig maradjak ebben a lakásban, és én ne, hogy hívják, hogy nem eszelje semmit se, csak a saját magam tisztaságát tartsam fönn. Hétesből költöztek ide, jó érzik magukat ebbe a környezetbe? Hát jobban, mint ottan. Pedig úgy érzem én itt, ahogy látom ezt a lakókörnyezetet, hogy ez nagyon szemetes. Itt a szemét elönti az udvart, a lépcsőház nagyon piszkos, a lakások betörve, a szemét behalmozva. Egy fertőnek ítélem meg, ön nem? Én is annak ítélem, de nekem egy mozgássérű gyerekről kell gondolkozni, és a családomról. Kérlemény ellenőrzést kívánunk tartani. Nekem is ennyi vélemény, de én gyerekem még van egyben, kórházban. Van nekünk el egyben. És mióta laknak ebbe az épületbe? Ma én 15 éve elmúlt. 15 éve itt lakik, és 15 éve ilyen szemetes ez az udvar itt. Most én csinálom. Nem azt mondtam, hogy maga csinálja. Nem csinálom, hát a tanárt miért nem csinálja? A tanárt, ha kéne jó csinálni, nem engedi mindenkit. Betörőket. De hát a tanács nem biztos, hogy itt szemetelni fog. Én azt hiszem, hogy ezt a szemetet azért mégiscsak a lakók csinálták, nem az a véleménye? Mit bánom, mert csinálja? Amit akar mindenki. Mégis nem vagyok betörő. Én itt vagyok papírral, rendesen, jó. Én nem szóltak, én magam vagyok. Én mit csinálok itt? Beengedne mégis megnézni, hogy hogy néz ki ez a lakás? Nézd! Itt bánom én. De hát együtt kéne ezt megnézni nekünk. De mégis hogyan élnek önök? Jaj, éljünk, ahogy éljünk. Mit csinálnak magok velünk? Elmegyek a tanárhoz, nem adnak egy fillért sem. Tadnak. Elmentem a múltkor, azt mondták, hogy nincsen pénz meg a kapcsol, ennek nagy emelt nyugdíjat. Na, hát és mennyi a nyugdíja? 4000. Hát az kevés. Na. Hogyan tudja fönntartani 4000-be ezt a... Tudja, rak, azt tudja. Ahogy vagyok, úgy vagyok. Mégis nézzünk szét együtt, ha megkérhetném. Hát én nem megyek be, minek nézzünk szét. Nem szívesen mutatja meg, hogy hogyan él? Nem, nincs nekem nagy bútorom. De azért én mégis úgy gondolnám, ha lehet. Ha mégis lehet. Nem kell, én alam begyönni, minek jönnek be? Menjenek a magyaroknak. Az Ózdi Városgazdálkodási Vállalat ingatlan kezelési üzeme kezeli az itt látható ingatlant. Milyen gondokkal küzd, amikor látja ezt a leromlott állapotot? Hát talán elsősorban el kell mondanom azt, hogy ez a lakás 1982-ben volt felújítva. A felújítási költsége 6 millió 300 ezer forint volt, és évenként rá kell költeni 1 millió 200 ezer forintot a karbantartásra. Mire költi a városgazdálkodás ezt a pénzt ebbe az épületbe? Hát ezt a pénzt arra költjük, hogy itt a folyosón, amint láttuk, kapcsolók nincsenek, le vannak verve, egyik nap felszereljük, másik nap újra leverik, balesetveszélyesek, ezt tudjuk és ezt csináljuk folyamatosan. Itt majdnem hetenként tartunk ellenőrzést, hogy az ilyen balesetveszélyes vezetékeket megszüntessük. A másik a lefolyócsövek eldugulása, itt naponta
lehetne a szippantó autót ügyeletbe tartani, és a dolgozókat, mert sajnos az emeleti lakásokban a vécén keresztül ürítik a szemetes kukákat, ez majdnem naponta dugulást okoz. Az első lakónál visszajön a szennyvíz, az nem tud mit tenni, lemegy és szétveri a vezetéket. Úgy érzem, hogy egy hibás politikai döntés szüleménye ez a cséépület. Amikor is egy etnikumot összetelepítettek és megtalálta helyét a város közepén. Ez 1 millióba kerül a városnak. A kezelő, aki közvetlen közel érzi ezt a problémát, hogyan gondolja el a továbbiakat? Hát sajnos ez az állapot így alakult ki, és azt hiszem ez a kérdés itt meg is áll, mert nincs tovább, nem tudunk mit csinálni. Ez az állapot így van. A szükséges karbantartási munkákat elvégezzük, a szemétszállítás, takarítás történik, de itt sajnos üres konténerek állnak, tőle 10 méter ott van a szemét, és egyszerűen az itt lakó bérlők nem hajlandók arra, hogy a szemetet beledobálják a kukába, tehát ez az állapot így alakult ki, és sajnos ez a városgazdálkodási vállalat kevés, hogy ebbe a kérdésbe döntsön, vagy ebbe bármit is tudjon tenni. Amikor 1985-ben alakult Ózdon, az első koncertünkön szintén ugyanabban az évben adtuk hangon a Hangonyi Kultúrházban. Utána számos környező kultúrházat bejártunk próba lehetőségek hiány, tehát Borsod-Szentgyörgytől, Somsájon és Szentsimonyon keresztül szinte mindenütt megfordultunk egy falujárás gyanánt. Bekerültünk Ózdra, és most itt vagyunk, jelen pillanatban. Szerinted miért voltak problémák, hogy sehol nem tudtatok gyökeret verni, egy klubhelyiségben sem? Hát, valamiféle láncként cipeltük ezt a piszkos blueszene, vagy blueszenészek címet, ami számomra kitüntető dolog, hogyha így illettek minket, és a közönségünk miatt, bár rájuk nem lehet semmit rosszat mondani, az biztos, hogy majd be is fogják bizonyítani ezen a mai estén. Itt Ózdon ebben az ország legeldugottabb részében ez nagyon nehezen talált, nagyon nehezen talált értő fülekre és értő fejekre, azt hiszem ez fontos dolog. Az országban milyen városokban fordultatok meg? Hát a Hobo Blues Band által, jó voltából segítségével szinte minden fontosabb vidéki városban, tehát Debrecenben, Miskolcon, és persze Budapesten is játszottunk már. Sátorolja Újhelyen, a Petőfi csarnokban több ízben játszottunk a Hobo Blues Band előzenekaraként. Nagyon sok segítséget kaptunk tőlük, erkölcsileg és szakmailag, tehát zeneileg. Hobó, vagyis Földes László azt mondta néhány éve, hogy ha keményen dolgoztok, akkor jó zenekar válhat belőletek. Gondolom ezt a gyakori személycsere is gátolta. Na igen, azt hiszem, hogy elkerülhetetlen egy zenekarban, mint egy futballcsapatban, hogy tagcserék legyenek, ugyanis nem mindenki egyformán húzza azt a bizonyos szekeret, vagy nem mindenki egyformán tolja, úgyhogy aki nem oda való, előbb-utóbb lemorzsolódik, illetve el kell, hogy menjen a zenekarból. Ahol most beszélgetünk, ez a Rock Café. Mióta üzemel ez a klub? Mióta működik? Július 12-én nyitottunk. A mi legnagyobb örömünkre több hónapos kilincselés szaladgálás után. Reméljük itt már egy jó darabig meg fogunk állapodni. Nagyon szeretjük ezt a helyet, és úgy látom a fiatalok is egyre többen fognak ide szokni. Annyira sok fiatal van, akik nem érzik jól magukat a diszkókban. Amilyen zeneirányzatokat nem nagyon kedvelnek sokan a városban, azok a fiatalok, akik nagyon szeretik, ők ide járnak túlnyomó részt. Tehát értem ez alatt a heavy metalt, a blues zenét, az alternatív zeneirányzatokat. És nagyon szeretnénk megköszönni Tóth Attilának azt a segítséget, amivel lehetítette, hogy nyitjuk a Rock Kávézót. Milyen vendégeket vártok ősszel? Ősszel terbe vettük Hobo Blues Band zenekart, Török Ádám, vagyis a Mini együttes, Cseh Tamást szeretnénk meghívni, a Tűzkerék blues zenekart, ők esztergomiak, és a Tankcsapdát, ők pedig debreceniek. Közeljövőben milyen terveitek vannak? Ajánlatot kaptunk a multimédiától, akik érdeklődnek a zenekar munkája iránt, és
hanganyagot kérnek tőlünk, tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, azt hiszem, a zenekar életében itt. A blues zenének milyen irányzatát játszátok? Ezt a bizonyos, nagyon kemény, moskos rhythm and blues zenét játszik, amit a Rolling Stones nevével fémjelzett annak idején a 60-as években is, mind a mai napig. Magyarországon ezt a Hobo Blues Band játsza, és a Delbill Blues Band, és mi próbálkozunk ezen a vonalon, bár kicsit eltérő azt hiszem a stílusunk, tehát nem ugyanaz az út, de mégis ugyanaz a nyomvonal, de mégis kicsit letértünk róla, azt hiszem. Lehet, hogy ez erőnyünkre válik, majd ez a jövő ellent. Húzváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntök valamennyi jelenlévő versenyzőt, az őket felkészítő pedagógus kollégákat, a verseny tisztaságára ügyelő versenybírókat, a rendezvény előkészítőket és a jelenlévő nézőket, szurkolókat. Már is itt állnak a legfiatalabb versenyzők, hogy eldöntsék a tanulóifjúság részére kiírt diákolimpiai versenysorozat keretében ki lesz a játékos sportverseny Borsodabaui Zemplén megyei diákolimpiai bajnoka. Figyelet, elkészülünk! Vigyázz! Miben mérték össze a gyerekek erejüket, ügyességüket? A vetélkedő lényege tulajdonképpen a Diákolimpia alsó tagozatos tanulói számára kiírt országos vetélkedő feladatai közül került ki, amelyet minden iskola tanévelején megkapott, és második, harmadik, negyedik osztályos tanulók részvételével készülhettek a mai bajnokságra. Lényege tulajdonképpen kettős volt, egyrészt a Borsod megyei bajnoki cím eldöntése, másrészt pedig az első és második helyezett csapat tovább jut az Egerbe megrendezésre kerülő területi döntőre, ahonnan az országos bajnokságra van följutás. Tehát ez egy nagyon komoly felmenő rendszerű verseny, ahol legalább 18 alsó tagozatos tanuló alkot egy csapatot. Hogyan válogatták ki a versenyzőket? Nem volt könnyű. Nagyon nehéz volt úgy kiválogatni versenyszámonként a 12-12 tanulót, hogy az ügyes legyen, gyors legyen, a labdához is értsen, a tornához is konyítson, mászni is tudjon, meg gyors is legyen. A versenybajnoka a Mezőkövesdi Általános Iskola csapata lett. A díjakat átadták Daragó Lászlóné, a megyei diáksporttanács titkára, Horváth József, a megyei diáksporttanács elnöke, Rontó József, Malinkó János és Pásztor Imre a városi önkormányzat nevében. Második helyezett a miskolci Pattantyús Ábrahám általános iskola csapata. Harmadik helyezett
Harmadik helyezett a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola csapata lett. Az Ózdiakat képviselő Vasvárúti általános iskola csapata az ötödik helyezést érte el. Oh.